az embereket egyetlen egy dolog tudja kihúzni abból, hogy ne jussanak, nyilván most nem a kivételekről beszélek, hanem az emberek többségéről beszélek, egyetlen egy dolog fogja kihúzni abból, hogy elromoljon nagyon a hangulatuk a jövőben, az, hogyha látják a jövőt. De az kevés, ha látják a jövőt, tudják azt, hogy én megélem. Tehát az kevés, hogy látja valaki a jövőt, azt is tudnia kell, hogy megéli. Érted? Tehát hiába látják az emberek a jövőt, ha abba bizonytalanok, hogy megéli vagy sem. Világos ez? Tehát ha egy ember nem tudja, hogy megél valamit, eléri azt az időszakot vagy nem, akkor ugyanúgy ott van benne a félelem. Oké? Mitől? Természetesen a haláltól. A haláltól való félelem. Ez azt jelenti, hogy ugye két biztos pontnak kell lenni. Hogy mi a jövő, és annak, hogy tudja, hogy megélem. Na most, hogy mi a jövő, az azt jelenti, hogy gondoljuk végig, hogy milyen jövőt szeretnél magadnak. Tehát milyen társadalmi formában szeretnél élni? Gondold végig. Hát biztos nem egy ilyen dedili társadalmi formában, ez a demokratikus, diktatórikus liberalizmus, érted? Tehát ez a dedilizmus szó szerint, ami most van. Hát biztos, hogy nem ebbe akarsz élni. Ki lett próbálva itt a történelem során, hogy a demokrácia sem az igazi, a liberalizmus sem az igazi, a diktatúrák sem az igaziak. Nem működik. Kipróbálták brutális szinten a diktatúrát, ugye, amit úgy hívnak, hogy fasizmus, meg nácizmus, érted? De ezek nem működnek, ha megnézed. Hosszú távon biztos, hogy nem működik, rövid távon működik, de hosszú távon egyik. Még leginkább, leghosszabban talán a demokráciák tudtak működni, de hát például nem is működtek olyan hosszan, mint mondjuk a királyságok. De hát a királyság is valamilyen szinten egy diktatórikus rendszer volt, ha jobban megnézed. Csak mégse olyan, mint mondjuk egy nácizmus vagy egy fasizmus. Tehát mi lehet a megoldás? Hát egy olyan társadalmi formának kéne lenni, ahol az emberek képesek együttműködésre, nem? Hát ez manapság nem annyira szokás, illetve szokásuk az embereknek. Az együttműködés az pedig csak etikai alapon működik. Tehát akkor tartós egy együttműködés, hogyha az együttműködők azok etikusak. Az, hogy valaki etikus legyen, az nyilván tanulnia kell az etikát. Alapvető dolog. De az is kell az együttműködéshez, hogy a cserék az együttműködésen belül rendben legyenek. Tehát ne az legyen, mint nagyon sok együttműködésnél, hogy az egyik úgy működik együtt a másikkal, hogy fogjuk meg és vigyétek. Tehát az azt jelenti, hogy hát az nem az igazi együttműködés. Tehát az igazi együttműködés az, amikor fogjuk meg és vigyük. Oké? Okay? Tehát nem olyan, mint mikor mondjuk egy szekeret húzni meg tolni kell, és akkor vannak, akik ugye részesek abból a hogy odaérjen a szekér, de ők csak nézik, hogy a többiek tolják meg, húzzák. Érted? Tehát vagy mit tudom én, hát kicsit tologatom, az se az igazi. Na most ez nem csak etikai alap, hanem megfigyelhető, hogy minél jobb állapotú valaki, annál aktívabb. Minél kevésbé jó állapotú, annál inaktívabb. Persze mondjuk egy haragos ember az nagyon aktív a rombolásban. De nyilvánvaló, hogyha az ember nem rombolni akar, hanem
létrehozni és együttműködni, ahhoz nem rossz, tehát nem haragosnak kell lenni. Na most ez azt jelenti, hogy az ember, ha együtt tud másokkal működni etikusan, és úgy, hogy mindenki belerakja a saját energiáját abba a tevékenységbe, akkor tud egy olyan fajta együttműködés lenni, amit itt láttok, hogy szeretetben, békében és boldogságban. Azért tud szeretetben, békében és boldogságban lenni az az együttműködés, mert mindenki elégedett azzal az együttműködéssel. Világos ez? És nincs olyan, hogy az egyik azért nem elégedett, mert a másik kihúzza magát a tevékenységből. Érted? Vagy az egyik, aki kihúzza magát a tevékenységből, azért nem elégedett, mert irigykedik a másikra. Érted? Tehát amikor az emberek együttműködnek, akkor az nagyon fontos, hogy valami azonos tudatszinten és azonos energiaszinten működjenek együtt. Világos ez? Ezért nem érzed magad jól a munkahelyeden, mert olyan emberek vesznek körül, akik nem azonos tudatszinten vannak hozzád, illetve azonos tudatszinten vannak egymáshoz, inkább úgy mondanám, és nem azonos energiaszinten vannak az emberek. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy azonos energia és tudatszinten működnek az emberek, akkor azok jól tudnak együttműködni. És ha mondjuk rossz hangulatúak és alacsony tudatszintűek működnek együtt, azt gondolnád, hogy az is jó, mert hát akkor azonos energiaszinten vannak, de nem jó, mert nem fogja előre menni a kerék, érted? Nem fog előre menni. Tehát maga az energiájukkal az egésznek az előrehaladását megállítják. Világos ez? Tehát az azt jelenti, hogy akkor tud az ember együttműködni másokkal, hogyha azonos tudat és energia szinten működnek az emberek. Érted? És ez csak ehhez az kell, hogy erre az emberek hajlandók legyenek. Tehát hajlandók legyenek arra, hogy fejlesszék a tudatszintüket, fejlesszék a hangulatukat, javítsák a hangulatukat. Na most ezt pedig nem lehet megvalósítani alkalmazotti léttel. És akkor azt mondod, hogy hát de vállalkozás, ugye azt mondtad, hogy a maga, mármint én, ugye mondod magadba, hogy azt mondtad, mármint én mondtam, hogy ezt érült meg legkésőbb. De én azt látom, hogy ma nem így van. Tehát akik most kezdik a szervezést, sokkal, de sokkal gyorsabban érnek el eredményt, mint amit én értem el. Sőt, sokkal gyorsabban érnek el eredményt, mint mondjuk akik 3-4 évvel ezelőtt kezdték. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy nekem mindent ki kellett találni, az olyan, mint mikor egy dzsungelen át akarsz menni, és akkor te mész elől, és vágod az utat, mondjuk egy ilyen, mi a manónak hívják? Macsétával, vagy macsete, vagy mi a nyavala? Na, vágod, érted? És bozotvágó, igen, az egyszerű, bozotvágóval vágod, érted? Hát az egy kicsit lassan megy az előrehaladás. A többiek, akiknek már ugye kivágtad az utat, azok már könnyebben haladnak az úton. És nyilván minden jobban ki van taposva az út, hát annál könnyebb haladni azon az úton természetesen. És ugye ki van taposva az út. Az azt jelenti a kitaposás, hogy sokkal könnyebb haladni most, mint annó annak idején. És ráadásul neked nem kell semmit se csinálni, mindent készen kapsz. Tehát készen kapsz. Nem kell programot csináltatnod, nem kell próbálkoznod, hogy ez hogy működik, az hogy működik, érted? Mindent készen kapsz. Ami javasolt, ami egy befektetés, hogy vegyél részt a rendezvényeken élőben.
ha egy módod van rá, vegyél részt személyesen is. Tehát az azt jelenti, hogy menj el a rendezvény helyszínére. Vannak rendezvényeink, ugye hetente kétszer, szerdán és vasárnap, mindig este, mindig ugyanabban az időben. Az ugyanabban az időben, hogy szerdán mindig ugyanakkor kezdődik, és vasárnap, ugye ez egy másik időpontban, ugyanaz. A vasárnap az 16:30, a kezdés, a szerda az pedig 6 óra a kezdés. Nyilván ezáltal a 6 órás kezdés később van vége természetesen, annyival, mint amennyivel ugye az a vasárnapi előbb kezdődik. És van egy nagyobb rendezvényünk, egy hónapban egyszer, tehát 12 van egy évben, előre tudjuk már a jövő évet is, hogy mikor lesznek ezek a teljes napos rendezvények, azok 11-től 6-ig tartanak, az a hivatalos rész. Na most ez miért mondom? Mert mit csinálsz ebben az időszakban? Tanulsz. És aki tanul, és az, amit itt tanul, hasznosnak véli, akkor erről biztos tud másoknak beszélni.